Fennállásának 950. évfordulóját ünnepli Tokaj, a magyarság emblematikus városa, a világörökség része, a tokaji asszú és a tokaji borvidék névadó települése. A városban idén egész évben a jubileum köré szervezik a különböző rendezvényeket. Legutóbbi alkalommal az elmúlt 950 év gazdag történelméről tartottak ismeretterjesztő konferenciát a Paulai Ede Színházban. A hallgatóság nagy részét pedig a településen tanuló középiskolások jelentették. Posta György polgármester azt mondta, fontos számukra, hogy a fiatalok tisztában legyenek azzal, milyen jelentőségű városa Tokaj az országnak. Úgy gondoltuk, hogy meghívjuk, mert iskolaváros vagyunk, az iskolákat, hogy ők is átérezzék ennek a súlyát, hogy milyen fontos az, hogy ők egy 950 éves településnek a polgárai, amik idéglenesen is, és itt tanulhatnak, és ezzel is azt szeretnénk erősíteni bennük, hogy igenis legyenek büszkék arra, hogy egy ilyen településen tanulnak, és szívják magukba ennek a 950 évnek az összes múltból eredő dolgait és eseményeit, és üzenünk a jövőnek is, hogy reményeink szerint egy újabb 900 év után, vagy 950 év után ugyanúgy meg tudnak emlékezni majd az akkori tokaiak az akkori születésnapról. Koncz Zsófia, térség országgyűlési képviselője azt mondta, Tokaj a magyar identitás számára egy kiemelt jelentőségű város. Amikor 900 éves volt Tokaj, akkor készült egy film, aki még esetleg ezt nem látta, akár a fiatalságnak is ajánlom, hogy mindenképpen nézzék meg. 900 éves évfordulóról készült a Rádai Mihály által egy nagyon-nagyon fontos összefoglaló, hiszen Tokaj életét bemutatta akkoriban. És hogyha megnézitek, egyébként pont fiatalokat kérdeztek meg arról, hogy hogyan képzelik el, nem is 50 év múlva, mert ugye azóta 50 év telt el, 950 éves Tokaj, ezt ünnepeljük most, emiatt vagyunk ma itt, hanem megkérdezték, hogy 100 év múlva hogyan fogják látni, vagy hogy képzelik el Tokajt. Érdekes ezt magatoknak is feltenni, most elsősorban a fiatalokra gondolok, hogy ti mit gondoltok esetleg 50 év múlva, mert akkor az akkori fiatalság azt mondta, hogy ő szeretne majd itt szállodákat látni, azt szeretnék, hogy legyenek olyan helyek, ahol jó reggelit lehet elfogyasztani. És én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban tényleg nagyon sok olyan dolog történt a városban, ami ezt, amit akkor a 50 évvel ezelőtt a fiatalok meg a tokaiak elképzeltek, elindult. És Tokaj nyilván nem csak az itt élőknek, mi nagyon fontos, nem az egész nemzet számára. Tokajt és Nyíregyházát egyébként nemrég kiemelt turisztikai övezetté nyilvánították, a borvidék pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeiek egyik leglátogatottabb kirándulóhelye. A városban a közelmúltban jelentős szálláshelyfejlesztés és bővítés valósult meg. Újabb kerékpárutak épültek, felújították a Bodrog sétányt, és folyamatban van a belváros rehabilitációja is.